Kelj fel, Kína! Kelj fel, Egyesült Királyság! Kelj fel, Taiwan! Kelj fel, mert az új élet elkezdődött! Ez a te időd a változásra! Ez az elkészített idő a csodádra! Isten ereje elérhető számodra, hogy meggyógyítson az élő gyógyító alkalmak közvetítésén keresztül Isten emberével, Chris Pastorral 2021. július 9 és 11 között. A gyógyulásnak, csodáknak, áldásoknak három természet feletti napja. Ezen a programon keresztül Isten jön el hozzád, az ő hangja jön el hozzád, az ő ereje jön el hozzád. Ez az erő bemegy a te testedbe, és eltörli a fájdalmat, eltörli a betegséget. Ez a te időd, ez a te perced. Hit támad benned. Teljesen mindegy, mi a problémád. Isten ereje körbevesz téged ott, ahol vagy, és változást hoz a testedben. Mozogj előre és hátra, meggyógyultál. Tedd a kezedet az én kezemre. Isten ereje elér téged most. Az én fiam meggyógyult autizmusból, dicsőség az Úrnak, Kanadából. Egy hölgy az egyik gyógyító központunkba ment vakon és süketen. Ahogy beszéltél, megnyílt a füle és elkezdte hallani, amit mondasz. Csodák és jelek lesznek ott, ahol te vagy. A gyógyulás Isten ajándéka, és Isten szelleme által jön hozzád, és amikor megkapod ezt az ajándékot, ez veled marad. Az alkalmakon ingyenesen részt vehetsz, a magyar nyelvű közvetítéseket az Új Szövetség Gyülekezet Facebook oldalán, vagy a Forrás TV YouTube csatornáján keresztül tudod elérni, három napon keresztül, július 9, 10 és 11-én, 19 órától, a gyógyító folyamok, gyógyító alkalmai Chris Pastorral. Ez a te időd, ez a te csodád. Nézzetek rám! Élek! Nézzetek Jézusra! Most és éljetek! Halleluja! Ez egy csoda! Az én nevem Ivy Latani, 64 éves vagyok, és Dél-Afrikából származom. Azért vagyok itt a gyógyítóiskolán, mert artrózisom van, a gerincem miatt, magas vérnyomásom, cukorbeteg vagyok, és fekélyem van. 2005 körül kezdődött ez a probléma. Tért problémám volt, amikor elmentem a doktorhoz, azt mondta, ez nem tért probléma, hanem gerinc probléma. Azt mondta a doktor, hogy a gerincemben a csontok el vannak deformálódva, és ez nyomta az idegeket, ezért nem tudtam járni. Emiatt a körülmény miatt borzasztó fájdalmakkal küzdök, naponta 10-16 gyógyszert szedek. Nem tudok fájdalomcsillapítók nélkül létezni. És ezek miatt a fájdalomcsillapítók miatt kialakult nálam a fekély, a fájdalomcsillapítók mellékhatásaként. Artrózisom is kialakult 2004 körül. Három kicsi operációt végeztek a térdemen, de még mindig nehéz járni. Nem tudok járni. Csak mankó vagy tolószék segítségével. Nem tudok lehajolni, nem tudok járni, nem tudok főzni, nem tudok semmit csinálni. Nem tudok felkelni, megmosakodni sem, hanem széket tesznek alám, és úgy mosakszom meg. 2016 körül nagyon fájt a fejem, és amikor elmentem az orvoshoz, azt mondta, hogy magas a vérnyomásom, és cukorbeteg vagyok. Elkezdtem gyógyszereket szedni körülbelül 2008-ban.
Érzelmileg hatással van ez rám és a gyermekeimre. Csak fiaim vannak, és gondoskodniuk kell rólam. Amikor nem tudok felkelni az ágyból, nekik kell segíteni, és nekik kell segíteni a fürdésben is. Amikor a körülményeimen gondolkozom, nagyon szomorú vagyok, és nagyon rosszul érzem magam. Egyáltalán nem vagyok boldog. Szeretném, hogy Isten meggyógyítson engem Pásztor Kriszten keresztül. Ez az utolsó lehetőségem, mert belefáradtam a gyógymódokba. Hiszem, hogy Isten meg tud engem gyógyítani Isten emberén keresztül, Pásztor Kriszten keresztül. Isten erejében való hittel jött ide a gyógyító iskolába. A gyógyító iskola egy hely, ahol Isten szeretete és kegyelme túlárad, és ahol a jelek és csodák megtörténnek Jézus nevében. A terem telve van Isten jelenlétével, gyógyító erejével. Ma egy különleges nap van. Bizonyságot teszünk a nagyszerű Isten megnyilvánuló erejéről. Isten embere belép a terembe. Isten igéje életre kell, ahogy Isten embere elkezd szolgálni az emberek felé. Isten szeretete és ereje megnyilvánul, és ezt fogadják az emberek. Megszabadulnak az emberek a nehézségből, amivel idejöttek. Örvendeznek, és Istennek adják a dicsőséget az új életükért. Isten embere a hölgyhöz ér, megnézi a papírját. Ma minden fájdalom és betegségnek vége lesz, ahogy Isten embere parancsolja a betegségnek, hogy hagyja el a testét. Belemeli a tolószékből. Isten gyógyító ereje az egész testében dolgozik. Soha többé nem marad ugyanaz. Ráfúj. Szabad. Felemeli a kezeit. Reagál Isten emberének szavára. És felkel a tolószékből. Szabad. Minden betegség elhagyta a testét. Milyen nagy csoda. Halleluja. Hölgyeim és uraim, köszöntsük Ivy-t! Érdekes. Gratulálok. Élet. Élet. Dicsőség az Úrnak. Élet. Ma sok mindent kell elmondanod. Először is 14 éven keresztül ebben az állapotban voltál. Artrózisod volt az alsó hátrészben, fekélyed, cukorbetegséged és magas vérnyomásod. Egy is elég rossz belőlük, de neked mindegyik volt. Milyen volt az életed ebben az állapotban? Az én életem nagyon-nagyon nehéz volt. Mindig fájdalomban éltem. Minden nap gyógyszert kellett szednem, és minden este nem tudtam járni. Valójában semmit nem tudtam csinálni. Amikor fürdeni akartam, bevittek engem, és székre ültem, hogy meg tudjak fürödni. Borzasztó volt az életem. Több operációt végeztek a térdeimen. 8 operációm volt
a jobb térdemen, és nem tudtam ezután járni. Miután megcsinálták a térdoperációkat, azt mondták, a gerincből származik a probléma. 2014-ben elmentem gerinc operációt. Szeptemberben visszajöttem, és még mindig nem tudtam járni. Visszamentem a doktorhoz, azt mondták, hogy megint a térdemmel van probléma. Megint operálták a térdemet, és nem tudtam járni. 2017-ig, 2016-ig kórházba voltam. 2017-ben elmentem egy másik doktorhoz, megint csináltak nálam térdoperációt. 2018-ban megint egy gerinc operációt, egy nagyobbat. Még mindig nem tudtam járni. És a lányom, aki diakónus a Kempton Parkban, ő tanácsolta, hogy jöjjek a gyógyítóiskolába. Foglalt nekem, eljöttem. Először, mikor bejöttem azon az ajtón, változást éreztem a testemben. Változást éreztem a testemben. Mondd el nekem, hogy mikor Isten embere szolgált feléd, mit tapasztaltál? Úgy éreztem, hogy felkelek, és futni fogok. Felkeltem a tolószékből, és elkezdtem járni. Nagyszerű megtapasztalás volt ez, miután Isten embere megérintett. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttem a gyógyítóiskolába. Mióta Isten meggyógyított, milyen változásokat tapasztalsz? Tudok járni. Miután Isten embere imádkozott értem, tudok járni azóta, meg tudok mosakodni anélkül, hogy széken ülnék, el tudok menni a fürdőszobába, tudok vigyázni az unokáimra, meg tudok főzni, teljesen meggyógyultam. Már nem szedek gyógyszereket a magas vérnyomásra, cukorgyógyszereket. Jézus az én gyógyítóm, Jézus az én gyógyszerem. Köszönöm, Uram, gratulálok! Mit jelent neked ez a csoda és a körülötted lévőknek? Az én gyermekeim, három fiatal fiam van, és csodálkoztak azon, hogy tudok járni. Most már mindig a Love World TV-t nézem, meggyógyultam. Isten igéje csodákat cselekszik. Ez egy csodatívű Isten. Ez egy csodatívű Isten. Meggyógyultam. Mindig csodákat cselekszik a mi életünkbe. Mindig csodákat cselekszik az életünkbe. Imádlak téged, dicsőítem a te nevedet, Atyám. Kelj fel, Kína! Kelj fel, Egyesült Királyság! Kelj fel, Taiwan! Kelj fel, mert az új élet elkezdődött! Ez a te időd a változásra! Ez az elkészített idő a csodádra! Isten ereje elérhető számodra, hogy meggyógyítson az élő gyógyító alkalmak közvetítésén keresztül Isten emberével, Chris Pastorral 2021. július 9 és 11 között. A gyógyulásnak, csodáknak, áldásoknak három természet feletti napja. Ezen a programon keresztül Isten jön el hozzád, az ő hangja jön el hozzád, az ő ereje jön el hozzád. Ez az erő bemegy a te testedbe, és eltörli a fájdalmat, eltörli a betegséget. Ez a te időd, ez a te perced. Hit támad benned. Teljesen mindegy, mi a problémád. Isten ereje körbevesz téged ott, ahol vagy, és változást hoz a testedben. Mozogj előre és hátra, meggyógyultál! Tedd a kezedet az én kezemre. Isten ereje elér téged most. Az én fiam meggyógyult autizmusból, dicsőség az Úrnak, Kanadából. Egy hölgy az egyik gyógyító központunkba ment vakon és süketen. Ahogy beszéltél, megnyílt a füle és elkezdte hallani, amit mondasz. Csodák és jelek lesznek ott, ahol te vagy. A gyógyulás Isten ajándéka, és Isten szelleme által jön hozzád, és amikor megkapod ezt az ajándékot, ez veled marad.
Az alkalmakon ingyenesen részt vehetsz, a magyar nyelvű közvetítéseket az Új Szövetség Gyülekezet Facebook oldalán, vagy a Forrás TV YouTube csatornáján keresztül tudod elérni 3 napon keresztül, július 9, 10 és 11-én 19 órától a gyógyító folyamok, gyógyító alkalmai Chris Pastorral. Ez a te időd, ez a te csodád.